Guinnessek szalagavatója, Amerikából került elő a harang, örtűzgyújtás, népszámlálás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 16-án 18 óra 5 perckor. A városi sportcsarnokban tartotta szalagavató ünnepségét a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 3 végzős osztálya. A diákokat, szüleiket és a vendégeket Tóth Barna igazgató köszöntötte. Tóth Barna az alábbi gondolatokkal köszöntötte a szalagavató résztvevőit. Az ünnepeltek pedig ti vagytok, kedves végzős tanítványaink. Valahol az érettségire való felkészülés legfontosabb időszakának küszöbén, valahol a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor határán. Szüleitekkel, családjaitokkal, meghívott vendégeitekkel együtt mi is szeretetteljes büszkeséggel tekintünk rátok, de a nemes érzések közé ezúttal nem kevés aggodalom is vegyül. Olyan aggodalom ez, amelyet a körülöttünk lévő nagyvilág generált bennünk az elmúlt időszakban, az egészségügyi történésekkel, egy háború közelségével és az ezekből is adódó gazdasági bizonytalanságokkal. Ide kell azonban sorolnom azt az egyre erőteljesebben teret hódító gondolatrendszert is, ami szinte minden korábbi értékünket támadni igyekszik, legyenek azok hagyományos családi szerepeink, hazaszeretetünk, vagy legyen az éppen keresztjén mi voltunk. Mintha csak Áprili Lajos költőnek, a kolozsvári református kollégium egykori diákjának sorai kezdenének valóra válni, aki Új középkor című versében a következőképpen fogalmaz. Testvér, a földről szökni kezd a fény, s goromba gyolcsig vedlik itt a pompa. Törd össze tükröd, vesd le álruhád, nincs menedéked, csak a katakomba. Palotáidba csóvát sújt a szél, csillárodat egy vak villám kioltja. Készíts kanócot, s gyűjtsd a mécs olajt, sötét világ a sírok kriptaboltja. Elismerem, a felvázolt kép igen sötétnek, félelmetesnek tűnhet. Első gondolatra talán nem is igazán illik egy ilyen szép alkalomhoz. Azonban nem kell, hogy mindez beteljesedjék. Az idézett szakasz utolsó mondata arra biztat, hogy gyűjtsetek mécsolajat. A nem sokára bemutatásra kerülő irodalmi összeállításban ti magatok beszéltek majd nagykunsági kötődésetekről, magyarságtudatról, Isten hitről, Isten iránti háláról, vicces, humoros vagy éppen felnőttes gondolataitokról, valamint arról, hogy lehet és érdemes megküzdeni az álmaitokért. Mi pedig akarjuk, hogy ilyenek legyetek, kívánjuk, hogy így tudjátok élni az életeteket. A sötét köntösbe öltöztetett veszélyek valóban komolyak, valóban igaziak, de imádkozunk azért, hogy meg tudjátok őrizni, és gyermekeiteknek is tovább tudjátok majd adni mindazokat az értékeket, amelyekért elődeitek, elődeink is megküzdöttek ezen a szülőföldön. A sötét középkor megidézése jelképértékű, a mai világ azonban valóban a lelkeiteket támadja, valóban a lelkeiteket akarja megkaparintani. Áprili Lajos idézett verse az Új középkor viszont így zárul: sorsszánt feletted, romlás tornyosul, a végítélet részeg lábatomból, s mint újszülött hang, győztes érdesen, új lélek Krisztus hangja sír a romból. Kedves tanítványaink, ti vagytok az új lélek, ti legyetek azok, akik Krisztus hangon akartok megszólalni. Ti tudtok ugyanis a legtöbbet alakítani azon a jövendőn, amelyben élnetek kell. Ehhez a nemes küzdelemhez szeretnélek biztatni benneteket, a sötétség rémképének teljes ellenpontjaként református gimnáziumunk etanévre választott bibliai vezérigéjével, amely Jeremiás próféta könyve 29. részének 11. verséből szólít meg mindannyiunkat így: mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr,
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Az ünnepi gondolatok után feltűzte a végzős osztályok képviselőinek a szalagot, majd a diákok tűztek szalagot az iskola vezetés és az osztályfőnökeiknek. Ezt követően a 12. A osztályfőnöke Major János és a 12. B osztályfőnöke Tóth Orsolya és Türke Beáta a 12. C osztályfőnöke tűzött szalagot tanítványainak. A végzősök Kezdjetek el élni című irodalmi műsorral kedveskedtek szüleiknek. A műsort összeállította, valamint a diákokat a szereplésre felkészítette Szabó Júlia Ildikó és Kentési Renáta. A Halleluja című dalt Házi Sárai Mária, EFAMI magánének tanára tanította. Zongorán kísért Rabzita Mónika, az EFAMI zongora tanára. A közös dal elhangzása után a szüleiknek egy-egy szál virágot adtak át a végzősök, majd következett az osztályonkénti tánc. A diákok az est végén közös keringőre kérték fel szüleiket. Csodával határos módon az Amerikai Egyesült Államokból került elő a jásztelki Havas Boldogasszony kápolna harangja. A jársági kistelepülésen annak jártunk utána, milyen körülmények között tűnt el az erekje, és mi történt a 21 év alatt, amíg a virtuális térnek, az amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatoknak és az FBI-nak köszönhetően hazakerült. Nagyon rossz állapotban van, a hajdan szebb napokat látott. 1836-ban épült Havas Boldogasszony kápolna jásztelek határában. Az idősebb lakosok emlékeiben még elevenen él a 2000-es évek elején történt megdöbbentő eset, amikor a templomot kifosztották. Még ma is jól látható a vandálok pusztítása, hiszen a kápolna előtti kereszten hiába keressük a korpuszt, nem találjuk, mert ellopták. Akkoriban a nyomozás nem vezetett eredményre, és valószínűleg már senki nem gondolta, hogy a fontos egyházi kellékek valaha is előkerülnek. Csodák azonban mindig léteznek, ezt bizonyítja, hogy hosszú idő után kalandos úton az 1937-ben öntött harang szerdán az Amerikai Egyesült Államokból visszaérkezett Magyarországra. Rejti jövezi, hogyan került a világ másik végére az elveszettnek hit liturgikus eszköz, melynek a virtuális térben akadtak a nyomára. Túróci Lászlóné Edina, a helyi művelődési ház vezetője kezeli a jászteleki egyházközség közösségi oldalát, ahol idén februárban meglepő üzenetet kapott. Ez év februárjában a jászteleki egyházközség oldalára jött egy üzenet egy Amerikában élő magyar hölgytől, hogy egy zárt csoportban, amerikai magyarok zárt csoportjában feltűnt egy harang. Ezen a harangon magyar felirat volt, és kiolvasható volt rajta jásztelek neve. Ezért kereste meg ő az egyházközséget, hogy mit tudunk ennek a harangnak az eredetétől, hogyan kerülhetett ez ki Amerikába. Akkor kezdtünk mi is kutatásba, és felmerült bennünk, hogy ez lehet az a harang, amit több mint 20 évvel ezelőtt a mögöttünk lévő kis kápolnából loptak el. Akkor több mindent elvittek ebből a kápolnából, feltörték kétszer is oltárképet, az előtte lévő vasszoborról a korpuszt, egyéb szakrális emlékeket. Ezt mindezt megírtam a hölgynek, aki ezek után lázas kutatásba kezdett ő is ott, hogy hogyan, miként lehetett, hogy ez a harangot feltűnt ebbe a régiségkereskedésbe. Ez a hölgy minden lehetséges követ megmozgatott, amihez neki hozzáférése volt, és egy néhány héttel ezután az esemény után felhívott bennünket a külügyminisztérium, hogy egy FBI ügynök jönne a településre, és körbe érdeklődne, hogy mit tudunk erről a harangról. Kijöttünk vele is ide, megnézte a kápolnát, megnézte a lehetséges helyét. Ekkora már azért sok anyag állt rendelkezésre, mert egyúttal kutattunk a harangöntő műhelyébe is. Ezt az eljárást azért a hivatalos szervek végezték el. A rendőrségen sajnos már elmúlt 20 év, és ott már megszüntették a nyomozást, nehezen volt hozzáférhető bármi is. Az Egri Egyház községnél viszont a 90-es években volt egy felmérés, amiben egyértelműen le volt írva, hogy ez a harang akkor még jásztelek tulajdonában is itt tartózkodott jásztelken. Ezek után én úgy gondolom, hogy egyértelmű volt, hogyha nem volt kiviteli engedély, akkor tényleg csak valami bűnügy útján kerülhetett ki ez külföldre. És ezt nyomozta ugye az FBI, hogy milyen módon, milyen körökből kerülhetett ez oda.
avatott be a részletekbe Túróci Lászlóné, aki levelezésbe kezdett a szakrális kellék fotóját felfedező Horváth Mártával. Egyelőre a templomba szeretnénk elhelyezni, a szentélybe, hogy mindenki megcsodálhassa, megnézhesse. Később, hát többféle gondolatunk is volt már rá, hogy hová kerülhetne utána. Ide, ebbe a kápolnába, sajnos ez a kápolna olyan rossz állapotban van már, hogy erre egy felújítás, egy megerősítés kellene ahhoz, hogy ide újra ki tudjuk hozni. Valószínűbb, hogy a templom tornyába kerül fel harmadik harangnak, és azért azt szeretnénk, hogyha ez, ha oda kerül, hogy ez a harang az ünnepnapokon, az összetartozás napján, Jászteleg-község ünnepnapján szólalna meg majd. Mondta a művelődési ház vezetője. A Székely Autonómia napján Karcagon a Bengecsegi úti kilátó és a Zádor híd szomszédságában idén is fellobbant a magyar nemzet összetartozását szimbolizáló őrtűz. Az eseményen beszédet mondott Huba Imre, a Jászhegykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke. A Kunok fővárosában, Karcagon vagyunk, és tudni kell azt, hogy a Kunok mennyi véráldozatot hoztak Magyarországért. Istenért, a hazáért és a szabadságért. Ugyanúgy, mint Székely testvéreink. Van itt egy kedves barátom, aki, ha megkérdeznénk, hogy mi választja el a Kunokat a székelyektől, akkor nem a jellembéli különbségeket mondaná, hanem azt, hogy 400 kilométer. Pusztán ennyi. És ott is magyarul beszélnek, ott is magyar emberek élnek, csak nekik nehezebb őrizni a magyarságot, nehezebb őrizni a hagyományokat. És minden egyes gondolat, ami innen az anyaországból sugárzik, az duplán hat odakint. Egy nemzet, országnak vannak határai, a nemzetnek nincsenek határai. És az imént nem véletlenül idéztem II. Rákóczi Ferenc nagyfejedelem jelmondatát, amely latinul így hangzik: cum Deo pro patria et libertate. Istennel, a hazáért és a szabadságért. Azt kívánom minden magyarnak, hogy éljen bárhol a világban, éljen Székelyföldön, vagy a Kárpát-medencében, vagy azon túl, hogy soha ne felejtse, hogy innen Magyarországról, az anyaországról minden nap, nem csak ezen a napon, minden nap gondolunk. Az autonómiára gondolunk, a szabadságra, hogy minden magyar ember szabadon élhessen a világon. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre Csaba NAK megyei elnöke. A beszédek után nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes és Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános az ünnepségen résztvevőkkel közös imát mondtak el a nemzeti összetartozásért. A meggyújtott törtűz az összetartozás jelképe, egy olyan láng, amely soha nem alszik ki a magyar emberek szívében. November 20-áig lehet a számláló biztosok segítségével kitölteni a kérdőíveket. A számláló biztosok november 20-áig keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett be az online kitöltött kérdőív. Október 1-én indult a népszámlálás, és október 19-éig lehetett kitölteni online a kérdőívet. Nagyon népszerű volt az online kitöltés. 3,2 millió címről csaknem 7 millió személyi kérdőív érkezett be október 19-ig. A címek 63,5%-áról online érkeztek be a válaszok. A számláló biztosok október 20-ától kezdték meg a munkát, és november 20-áig keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett be az online kitöltött kérdőív. A számláló biztosok legalább 3 alkalommal különböző időpontokban látogatnak el a címekre, és próbálják majd felvenni a kapcsolatot az ott élőkkel. Hétköznap és hétvégén is felkereshetik a számláló biztosok az embereket. A számláló biztos elérhetőséget hagy. Ha többszörű megkeresés után sem talál otthon senkit, így lehetőség van előzetes időpont egyeztetésre. Azoknak, akik november 20-áig nem vesznek részt a népszámlálásban, még lesz egy hetük erre. November 21 és 28 között tudnak majd eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek. Nekik a jegyzőt kell majd felkeresniük. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!